Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, és szép napot kívánok. Rétvári Bence az első vendégünk, az emmi államtitkárja. Jó reggelt. Szép reggelt kívánok. Van itt rengeteg idézet, gondolom a Híradót, hogyha itt figyelte velünk, és már itt volt, tudom, tehát nem tudom mennyire nézte, akkor rengeteg idézettel szolgált maga a Híradó is, hogy hogy kezeli Európa, és hogy reagáltak az európai politikusok és újságírók arra az elképzelésre, amivel előállt a kormány a szerb-magyar határra telepítendő határzára. Leginkább elítélő, de néhány helyről támogató megjegyzések is érkeztek. De hát ön is mondott néhány hónappal ezelőtt még, sőt nem is olyan régen, egy hónappal ezelőtt még olyanokat, ami szerint, megpróbálom ezt szó szerint, semmiképpen nem jó, ha Európában bárhol fizikai és virtuális választóvonal jön létre, abból nekünk magyaroknak csak hátrányunk származhat. Ez nem egészen egy hónapja, mondta egy konferencián. Így gondolja most is? Ez a berlini falról szólt, meg a vasfüggönyről, tehát meg a Churchillnek a futoni beszédéről. Ugye ez egy politikai választóvonal volt, itt arról van szó, hogy Magyarország él azzal a jogával, ami minden országnak megvan, hogy megvédje a saját határait. Aki legálisan akar átjönni, annak egyre több határát kerül lesz a magyar-szerb határszakaszon. Aki viszont a törvények be nem tartásával akar átjönni, annak igyekszünk megnehezíteni azt a lehetőséget. De hát ez is egy választóvonal, egy olyan választóvonal, mint amiről nem beszélt. Hát ez a törvényesség és törvénytelenség választóvonal. Tehát ez más volt, tehát nyilván a korábbi vasfüggöny, az egy politikai választóvonal volt, senki sem mentett se hogyan. Ez a legalitás és az illegalitás közötti választóvonal, aki embercsempészek révén illegálisan akar bejönni Magyarországra, azok számára megnehezíti a bejutást, aki pedig legálisan, a normál határátkelőn akar átjönni úti okmánnyal vagy benyújt kérelmet, annak nyilvánvalóan egyszerűbb lesz, mert több határ. A korábbi vasfüggöny szó szerint ugyanezt a célt szolgálta. Hát az illegális miért? És a nem illegális határátlépők közötti különbséget. Dehogy is, de hát akkor a magyarok nem közlekedhettek szabadon, mi akkor sem, hogyha útlevelük volt, mert egy politikai szembenállás volt a nyugat és a kelet között, itt pedig a törvényesség és a törvénytelenség között van különbség. Aki szabályosan akar átjönni, aki betartja a törvényeinket, annak megvannak a lehetőségei. Aki a törvények kikerülésével akar boldogulni, akár Magyarországon belül, akár a magyar határon, annak viszont nehezíteni kell a helyzetét. Sohasem lehet az, hogy előnyben van az, aki a törvényt megkerüli, azzal szemben, aki a törvényt betartja. Aki törvényesen jön át, annak meg lesz a lehetősége, aki törvénytelenül, annak nehéz lesz, és nem hiszem, hogy bármelyik országnak el lehet vitatni a jogát, hogy a saját határát megvédje. Ferenc pápa pár nappal ezelőtt Isten bocsánatát kérte azoknak, akik bezárják az ajtókat a menekültek elől. Magunkra vegyük? Tudtam, hogy ezt, sejtettem, hogy ezt fel fogja hozni. Ugye a Népszabadságban én is olvastam egyfajta értelmezést erről, de azért gondoltam, megnézem az eredeti forrást, felmentem a Vatikáni Rádiónak a honlapjára, és ott elolvastam a valós szöveget. Más? Hiszen itt teljesen más tartalma van. Ugye itt arról van szó, hogy azoknak az embereknek kell segítenünk, akik félelemben élnek, hogy olyan helyre kerüljenek, az emberi méltóságokat tisztelik, és az európai országoknak pedig közös erőfeszítést kell tenni, hogy az okokat megszüntessék. Tehát itt arról van szó, amit mi is mondtunk, hogy aki politikusokból üldöztetést szenved, mondjuk keresztények Szíriában, azok számára segítséget kell nyújtani, és mindenki másnak is természetesen, aki politikai üldöztetést szenved a vallása miatt, világnézete miatt, származása miatt. Hát erre ebben... a Szíriából menekülők azt mondják mind, hogy ők mind ilyenek, és hát lehet ebben valami alapja a látásuknak. Megvizsgálja ezeket a kérelmeket ugye a jogszabályok alapján a hatóság, és ugye pont tegnap vagy tegnap előtt volt erről egy sajtótájékoztató, ami kevesebb mint 1%-ban jelölte meg azoknak az arányát, akik meg is kapják a menekült státuszt, és több mint 99%-ban kiderült, hogy nem szenvednek valódi üldöztetést. Tehát a Szent Atya is arról beszélt, hogy akiket politikaiokból üdöznek, be kell fogadni Magyarországnak a jogszabályai. Ezt a gyakorlata... hogy tudjuk megítélni? Ezt az 1 vagy 99%-ba tartozás segítségben, és most igazán, tehát mindenféle kötözködés nélkül, honnan látszik az itt Magyarországon, hogy valakit Aleppo környékén milyen bántalmazás érhet? Mondjuk egy szíriai várost, ami éppen most esett el és lett az ISIS részévé. Ez nem csak Magyarországon kerül így megítélésre, hanem így ítélik meg Lengyelországban, így ítélik meg Franciaországban, Spanyolországban, Kanadában. Nyilvánvalóan az illetőnek a tanúvallomása, hogy hol lakott, hogy milyen viszonyok vannak ott, meg ő maga, hogy miért jött egyáltalán ide Európába. Ez alapján minden országban lezajlik egy eljárás, az Egyesült Államokban és Kanadában és Ausztráliában és Lengyelországban és Magyarországon. Teszünk egy különbséget magányosan utazó, magát menekültnek mondó fiatalember és egy nagy család között, akik gyerekekkel állnak a határon és szemmel láthatóan nincs telenek. Hát jogilag ugye, hogy milyen státuszt kaphatnak, ugye ugyanaz a megítélése, tehát
az, hogy most politikai üldöztetést szenved, vagy pedig egész egyszerűen a nyugati szociális támogatásokat akar igénybe venni, vagy pedig ott akar valamilyen módon legálisan vagy illegálisan munkát vállalni. A kettő között óriási különbség van. Nyilván az elsők, akik üldöztetést szenvednek, azokat be kell fogadni. És ha már a gyerekekről esett szó, ugye talán ön is olvasta, pont tegnap jártunk az egykori fóti gyermekvárosban, ahol igazából már a gyermekotthon részen csak elhagyott bevándorlók gyermeke, bevándorlók elhagyott gyermekei vannak, ugye úgy hívjuk hivatalosan kísérő nélküli kiskoruk, többszörös túlterítettségben van ez az intézmény, még megfordult benne 2014-ben 50 gyermek, úgy tavaly megfordult benne 2500, és idén valószínűleg 5000 fölött lesz ez a szám. Itt olyan esetekről van szó, amikor embercsempészek gyerekeket áthoznak, és elengednek szabadon, hogy hát menjen hova akar, és nyilván ilyenkor a magyar állam elkezd róluk gondoskodni, elviszük őket otthonukba, elhelyezzük, hogy ne essék bántódásuk. Egy jó részük persze meg is szökik nagyon gyors időn belül, ezt hozzá kell tenni, de azért ez eléggé kegyetlen embercsempészi hozzáállás, hogy ilyen áldozattá válnak a gyerekek, hogy áthozzák és ott hagyják őket, vagy a szüleik áthozzák határon, itt hagyják Magyarországon, tovább mennek, és majd egy év múlva elkezdik keresni őket. Volt olyan, akinek 14 hónap alatt találták meg a szüleit teljesen másik országban. Tegnap kérdésre válaszolva mondta azt Lázár János, ha jól emlékszem, Lázár János, hogy lehet, hogy lesz még a szerb-magyar határon kívül is máshol vaskerítés. Egyelőre a kormány ezt a feladatot adta a belügyminisztériumnak, hogy a következő héten vizsgálja meg, hogy hogyan lehet a szerb-magyar határszakaszon az illegális határátlépéseket megakadályozni. Erről fog egy jelentést hozni a kormány elé, utána a kormány dönt, minden más ezután következhet. Egyelőre azt nézzük, hogy hogyan lehet az embercsempészeket megállítani, ezt a tömeges bevándorlást, illegális bevándorlást, ami ugye hogy a tavalyi évben is már 20-szoros volt ezelőtte, 2 évvel számolt arányokhoz képest, idén pedig még több lesz, azt, már túlléptük a tavalyi számot. Azt mondta a szerb miniszterelnök, hogy nem szeretnének Auschwitzban élni. Ezt a magyar kerítésre vonatkoztatva mondta. Gondolom találkozott ezzel a mondattal. Nem kellene leülnünk velük beszélgetni? Az egyeztetések korábban is zajlottak, hiszen amikor Ausztriából tömegesen vittek vissza Szerbián keresztül Koszovóba illegális bevándorlókat, ez az volt, amikor Ausztria ugye újsághirdetésekben hívta föl a figyelmét, hogy szépen fogalmazzak ugye a koszovóiaknak, hogy hazudnak az embercsempészek, Ausztriában nem fogtok menedékjogot kapni, és utána először repülőgépekkel, majd pedig buszokkal vitték vissza Koszovóban az ott bevándorolni szándékozókat, de hát igazából a visszautasított kérelemmel rendelkező személyeket. Most tehát akkor is már volt egyeztetés belügyminiszteri szinten, és nyilván a későbbiekben is fog folyni, de Szerbia sem vitathatja el Magyarországtól azt a jogot, hogy megvédje a saját határát. Ugye 40 darab osztrák és azt hiszem 80 darab német rendőr ment a határnak a szerb oldalára, tehát Szerbiában, azért teljes szolgáltatott járőröznek, hogy már itt megállítsák azokat az embereket, akiktől tartanak, hogy akár Közel-Keletről, akár Szerbia déli részéből, Koszovóból érkezve Ausztria vagy Németország felé mennek, 120 német és osztrák rendőr teljesít szolgáltat éppen ezért a szerbiai részen. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy akárha ön a határzár kérdését veti föl, ami ugyanígy megvan Bulgáriában, azt az Unió nem ellenezte, megvan Görögországban, az Unió nem ellenezte, megvan Spanyolországban, ugyanúgy kiépítettek. Hát a spanyolok ez egy marokkói területen lévő két várost védelmez. Az talán egy másik helyzet, az két zárvány Afrika csücskében. Mi pedig itt vagyunk Európa közepén. Hogy fogjuk ezzel a szöges drottal megvédeni körbe Magyarországot? Hát ebből az irányból érkezik a legtöbb illegális bevándorló, tehát ebben az irányból tudjuk megállítani az embercsempészeket. Meglátjuk, hogy mi lesz utána. Megvédeni Magyarország határait meg kell. Semmilyen országtól nem lehet elvitatni azt a jogát, hogy megvédje a határait. Nyilvánvalóan az emberi égiségi szempont... A módszer szempont... és az eszköz nem mindegy. Miért ön szerint hogy kell megvédeni? Nem tudom, én azon gondolkozom, hogy tudja megvédeni Magyarország azt a határt, amikor az egy szöges drót, amire fölmásznak a menekültek, és akkor lognak a szöges dróton. Mit csinálunk? Ugye a szöges drót már Magyarország lesz, nem? Meg kell állítani az embercsempészeknek ezt az illegális tevékenységét, hogy 10 000 számra hozzák az embereket Magyarországra. Hát, na erre mondják szakemberek, gondolom találkozott ön is néhányan, az egyik érkezik majd ide is Tarjányi Péter a stúdióba, hogy ezt határrendészetnek hívják, és nem szöges drótnak. Nyilván a határvédelemnek többféle lehetősége van. Magyarország sem gondolkozott semmifajta ilyesfajta kerítésnek a kiépítésében mindaddig, amíg ugye a tavalyi évben 43 000 embert nem hoztak át az ölt határon illegálisan. Tudjuk, hogy gyakorlatilag esélyük nincsen, mert mindenkit elkapnak.
De meg kell állítanunk ezt a folyamatot azelőtt, még mielőtt Magyarország területére lépni. Azért nem csak plakátokon, hanem így is kell üzenünk az embercsempészeknek, hogy ezt ne biztassák az embereket, becsapják ezeket az embereket, átverik ezeket az embereket, akiket idehoznak, elveszik az utolsó vagyonukat, azt a pár ezer vagy tízezer dollárt, pontosan nem tudom, mennyit kérnek tőlük, attól függ persze, hogy melyik országba hozzák ide őket, minden vagyonukat odaadják az embercsempészeknek, tényleg nincstelenné válnak, idehozzák őket és becsapják, mert azt mondják, hogy itt majd kapnak szociális segélyt, kapnak munkát, és hát ön is látja Nagy-Britanniától Dániáig, Lengyelországtól Spanyolországig, mindenki, sőt Svájcig, mindenki egyértelműre teszi. Milyen plakátok vannak Nagy-Britanniában? Az teljesen reménytelen lenne, amit szintén néhány javasolnak, hogy ezek a déli államok nagyjából velünk bezárólag valamiféle összefogásban próbálják útját állni az embercsempészeknek és a menekülteknek, és ne szöges drótot építsünk, hanem horvátokkal, szerbekkel, olaszokkal, görögökkel fogjon össze Magyarország. Hát ugye a görögök már kiépítették a maguk határát. Hát az egy részleges határ. A bolgárok kiépítették a magukét is. Mint a bolgároké is. Igen, meg a spanyolok is kiépítették a magukét, tehát a déli államok közül már három kiépítette a saját maga kerítését, tegyük hozzá, Magyarország a negyedik, hogyha ezeket a déli államokat nézzük. Másrésztről pedig nyilván mi várjuk az Európai Uniónak is a közös fellépését és a közös intézkedését, csak azt látjuk, hogy ez annyira elhúzódik, ez olyan lassan történik meg, hogy Magyarországnak, ahol tényleg bejön 42 ezer ember, vagy idén több mint 50 ezer ember a határon, még szerint nem tudjuk kivárni, míg az Európai Unióban valami döntés születik, azelőtt valami egyértelmű jelzést kell adjunk arra, hogy ez nem út, hogy Magyarországon keresztül hozzunk embereket, és csapjanak be embereket. Mondta az előbb a plakátokat, Balogh Zoltán azt mondta, hogy ez nem az ő ízlése szerint való. Az önízlésével találkoznak ezek a plakátok? Hát én az abszolút egyetértek, hogy aki idejön, az tartsa be a törvényeinket. Egyetértek azzal, hogy annak tisztelnie kell a kultúránkat, aki idejön, és ugyanígy, hogy magyar emberek munkáját nem vehetik el. Nekem mind a három üzenet az olyan, ami teljes mértékben vállalható, és jó is, hogyha eljut minél messzebb. Ugyanis sokkal durvábbak vannak Nagy-Britániában, az van, hogy ha illegális bevándorló vagy Nagy-Britániában, akkor menj haza, vagy számolnod kell letartóztatással. Mondjuk az egy eléggé durvább üzenet a magyarhoz képest, vagy Ausztriában... Nem tudom, mennyivel durvább, mert ott legalább megszólít valakit. Ez a plakát, ez igazából nem szólít meg senkit, illetve minden héten valaki mást. Hol az embercsempészeket, hol minket, akik itt élünk, hol azokat, akik jönnek, de úgyse tudnak magyarul. Tehát én nem tudom, mennyivel egyértelmű, vagy kevésbé az, vagy durvább, vagy kevésbé sokkal az. Sokkal durvább az a mód, vagy a legdurvább, azt hiszem Spanyolországban volt, vagy Barcelona egyik kerületében, hogy ez a kerület nem lesz iszlám gettó, vagy hasonló ilyen óriás plakátok, tehát sokkal durvább üzenetek vannak. Hát az valószínűleg nem az állami volt. Európai Unió nyugati részén. Mire volt jó a nemzeti konzultáció, ha abban nem volt arra vonatkozó kérdés például, hogy legyen-e szöges drót a déli határon? Az emberek véleményének a felmérésére nagyon fontos lesz szerintem, hogy megtudjuk, hogy pontosan akkor mi az emberek álláspontja, mivel élhet az ország, mit várnak el az ország. Hát nem azt kérdezték tőlük, amit tesznek, hanem ilyen furcsán megfogalmazott, eléggé irányult elvek szerint próbálták az emberek véleményét megtudni. De miért nem azt kérdezték, hogy legyen-e szöges drót? Ez egy egyszerű kérdés. Először is ez a kérdés, hogy kérdés legyen, ezért szerintem fontos volt a nemzeti konzultáció, hogy valóban ez az embereket foglalkoztatja, vagy sem. Szerintem óriási felelőtlenség a baloldali pártok részéről, hogy ezt a kérdést szőnyeg alá söpörnék, és azt mondják, hogy ez nem is probléma. Ha nem lenne probléma Magyarországon, akkor mondjuk, hogy a cseh kormány nem vezetett volna befokozott ellenőrzést a Magyarországról érkező vonatokon. De ha ennek alapján nézzük, hogy foglalkoztatja az embereket, hát a 10%-uk visszaküldi, akkor ki lehet mondani, az emberek 10%-át érdekli. Nem, azt látom, majd össze tudjuk hasonlítani, hogy korábbi nemzeti konzultációkhoz képest mekkora volt a visszaküldési arány, hányan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hányan küldték vissza, hányan töltötték ki az interneten. És az, hogy mit írtak a papírra? Nyilván ennek a tartalmát is, de annak a tartalma is a kormány számára elnyitatást jelent, hogy ebben a kérdésben a szigorítás irányába lépjen, vagy ne foglalkoz ezzel, vagy az enyhítés irányába lépjen. És én azért tartom ezt fontosnak, mert akkor talán lehet, hogy az ellenzék is rájön, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és igenis ez egy embereket érdeklő probléma. De épesző ember nem mondhatja azt, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Akkor... Hát az Európa egyik legnagyobb problémája. Hallgassa meg a baloldali politikusokat. A baloldali politikusok sem azt mondják, hogy a menekült problémával nem kell foglalkozni, azt mondják, hogy nem így. Nem, ezt a kérdést a parlamenti vitákban én azt látom, hogy szűnyeg alá söpik, nem hajlandók azzal foglalkozni, hogy Magyarországnak erre valamiféle válaszlépést kell adni, hogy 40 vagy 50 vagy 60 ezer ember illegálisan átlépi a határait.
Igen, de látjuk, az európai megoldás nem éppen a leggyorsabban érkezik, márpedig ezek az emberek hétről hétre, napról napra ott vannak a magyar-szerb határon, és átjönnek. És azoknak az embereknek, akiket az embercsempészek áthoznak, ez legalább annyira rossz, és legalább annyira kiszolgáltatott a helyzetük, mert illúziókat táplálnak bennük. Azt mondják, hogy ha befizeted nekem ezt a sok ezer dollárt, én elviszlek téged ezt a külön helyre, ahol sokkal jobb. Kapnak egy ígéretet, amit aztán nem tud betölteni a fogadó állam feléjük. Ez volt az osztrák kampánynak is a lényege, hogy ezeket a tévhiteket osztassák. Szerintem napestig tudnánk folytatni, ez most egy olyan téma. Muszáj lépnünk egyet, szerintem a nézők egy részét sajnálatos módon érinti is. Ez a családi csődvédelem kérdése most a parlamenti vita kezdetével, van-e valami változás az eredeti konstrukcióhoz képest? Hogy látja? A lényege változatlan, mi bízunk, hogy több tízezer családnak fog tudni segíteni, azoknak, akik olyan adósságspirálban vannak, amiben ők ugyan törleszgetnek, viszont hiába fizetnek vissza, mindig többet követelnek tőlük, mint amennyiük van. Viszont van fizetési hajlandóság valami, és nekik tud elsősorban segíteni a családi csődvédelem. Kikerülhetnek 5 év után ebből a spirálból, és egy másik lehetőséget kapnak, ha addig mindent, amit tudnak, visszafizetnek. Azok a portálok, amelyek nekiültek számolni, arra jöttek rá, hogy körülbelül olyan 1000 vagy valamivel kevesebb, mint 1000 forint jut családtagonként a családi csődvédelembe befutott családok tagjai körében a megélhetésre egy hónapban, naponta, ami azért nem sok pénz. Itt teljesen egyedi lesz mindegyik megoldás, tehát nem lehet előre megmondani, hogy pontosan mennyi fog jutni. Itt a családok jövedelmétől is függ, az adósságtól is függ. Az kétségtelen, hogy az életformája ezeknek a családoknak a korábbihoz képest az szerényebb kell, hogy legyen, de hát ezért jutottak ilyen helyzetbe, mert annyit költöttek, hogy nem tudták utána fedezni ezeknek a törlesztő részleteit. Tehát itt egy életformaváltásra van szükség. Nyilvánvalóan itt senkit se riasztani kell attól, hogy utána nagyon nagy nehézségé lesznek, de egy szerény életformát kell vinniük, de hát vissza kell fizessék a társasháznak a közös költséget, vissza kell fizessék a közműtartozást, vissza kell fizessék a hiteleiket, vagy a telefonszámlatartozást, és utána tudják rendezni a saját anyagi helyzetüket is. A megélhetéshez szükséges összegeket természetesen mindenkinek biztosítani kell, sőt nyilvánvalóan, hogyha ha lakhatásról van szó, akkor ott is azokat az alapvető szükséget is biztosítani kell. Az a család, amelyik vállalja a csődvédelem szigorú feltételeit, amikor ennek az időszaknak vége lesz, akkor egészen biztosan adósság nélkül áll majd a világban? Ugye betartja a törlesztésnek a szabályait, tehát mindent, amit tudott, visszafizetett, őszintén feltárta a vagyoni viszonyait, akkor valóban az adósság egy részétől mentesül, egy másik részét fizeti, egy részétől mentesül, de az egész eljárás ugye önkéntesen választja, tehát senkit sem lehet berántani, a hitelezők nem kényszeríthetnek valakit ebbe, ha valaki belemegy, látja a feltételeket, akár közben is, mármint nem a törlesztő időszakban, hanem amikor elindul az egyezkedési eljárás, két szakasz van, egyrészt a főhitelező vezetésével egy tárgyalásos eljárás, és egy bírósági szakasz, bármelyik közben mondhatja azt, hogy bocsánat, én mégsem szeretném ezt az eljárást folytatni, tehát teljes mértékben önkéntes, senkit sem fogunk olyan helyzetbe hozni, amit ő maga nem szeretne, de úgy gondolom, ez egy nagy segítség, mert 5 év után végre viszont tiszta lappal indulhat, és amúgy nem lenne esélye arra, hogy kikerüljön ebben. Azt mondják, hogy összesen talán 10 000 család, más számítások szerint 20-25 000 család esik bele a csődvédelem hatája alá. Ez nem kevés? Mi úgy számoltunk, hogy itt több tízezer családnak nyújthat ez segítséget. Nyilván nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hányan fognak jelentkezni, mert azt teljesen, ahogy az előbb is mondtam, önkéntes elhatározáson múlik. Relatív, hogy kevés vagy nem kevés, több tízezer családnak ez segítséget jelent. Ha minden országgyűlés által megalkotott törvény több tízezer családnak segítséget jelent, azt hiszem, hogy nagyon jó törvényeket hoznánk, úgyhogy azt gondolom, ha ennyivel előrébb vagyunk, akkor már megérte ez a több éves előkészítő munka, a több sok-sok konzultáció. Mi tartott ennyi ideig? Ezt évek óta mondják valóban, és A-ból B-be nagyon nehezen jutott törvénykezés. Igen, ez egy nagyon-nagyon alapos előkészítése volt, kevés ilyen törvényjavaslat, ami ennyiszer megfutott az érdekképviseleti szerveket, bankszövetséget, minisztériumokat, nemzeti bankot. Ugye először meg kellett várjuk a devizeteles problémának a rendezését, a végtörlesztést, árfolyamgátat, forintosítást, és azután, amikor már nincs benne az árfolyam kockázata a családoknak a kockázatai között, és egy nyugat-európai típusú adósságszerkezet van, hiszen ez a kockázati tényező kikerült, hiszen más országban, amikor bevezették, akkor ehhez volt, a mostanihoz hasonló volt az állapot, ezért kellett megvárnunk ezt az állapotot. 11 európai mintát vizsgáltunk át, ezekből alakítottuk ki a magyar családi csődvédelem modellt. Tudom, hogy nagyon messze vezet, de egy mondat erejéig, akinek a családi csődvédelem sem segít. Vele mi lesz? Ugye, akik ez alatti adósságszinten rendelkeznek, ugye azoknak az esetében a települési támogatásoknak a rendszer az, amelyik segítséget nyújthat, erről ugye 30 milliárd forint, és az idén a
plusz forrás a korábbiakhoz képest, amit az önkormányzatoknak tudunk adni, nyújtani a telepés támogatás fedezetéként, nyilván arányosan, mert amelyiknek nagyobb az adóerőképessége, több iparüzési adója van, az kevesebb támogatást kap az államtól telepés támogatáshoz, akinek nincs iparüzési bevétel, az sokkal nagyobbat kap arányaiban, illetve a másik, akiknek 60 millió forint fölötti adóssága van, vagy akiknek az adóssága az nem kétszeres, hanem 3-4-5-szöröse a vagyonának, az nem a családi csődvédelemnek a kérdése, hiszen ott akkora mértékű a túladósodottság, hogy itt ez sem tudna segíteni. Ott más formákat kell majd kitalálni, hogyha ez még nincs probléma. Hát itt, akinek 6-szor annyi hitele van, mint amennyi vagyona volt, ott lehet, hogy olyan felelőtlenség, vagy olyan dolog történt korábban. Ez nem természetes, hogy valakinek 6-szor annyi hitele van, mint amennyi a lakásának az értéke. Bár hogy lett neki 6-szor annyi hitele? Talán nem csak ő, de igen, ez igen, már megint veszélyezett. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.